ifjúsági csapatból is sajnos 14 fix játékosunk van, abból ha lesérül egy és eltiltás alatt van, vagy éppen két sárgás, öt sárgás, sajnos akkor 11-12 emberrel vagyunk. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis most, hogy kiemelt bajnokságban több község, illetve a város is nevezett, aki csak labdát látott, azt mindenkit leigazoltak. Azt mondják a Jászberény környéki települések, hogy teljesen elszívja Jászberény az utánpótlásba való gyermekeket. Ennek erről mi a véleménye? Gyakorlatilag amióta világ a világ, a nagy csapatok mindig ebből szempontból kiemelt helyzetben voltak. Tőlünk meg elszívja az NB1, meg az NB2-es mezőny a fiatalokat, a legügyesebb fiatalokat. Nem könnyű. Jászberénybe nagyon sokan bejárnak tanulni. Jászjákolmán igazán idéből nincs fotballképzés kiskorban. Most kezdtünk el egy éve a 7-8-9 évesekkel, akikkel még ugye benevezni nem lehet. Na most Jászberénybe járnak iskolába, Jászberénybe tanulnak tovább, ugye itt maradnak. És ugye itt igazolódnak le, itt a JSC-be, ide kuncsorgunk a saját játékosaink, hogy gyertek már Jászberénybe is fotballozni. De őket is próbáljuk ösztönözni. Tudomásul kell venni, azt gondolom, hogy egy környező kisközségnek nincsenek olyan infrastruktúrális és szakmai lehetőségei, amelyek a tehetséges gyerekek számára hasonló feltétlenül kínálni, mint Jászberénynél 4 pályán tudnak készülni a fiatal labdarúgók. Azt gondolom, hogy ez így helyes, és ez az életrendje. Én sajnálom a kis települést ilyen szempontból, de a gyereknek meg kell adni, azt gondolom, a lehetőséget arra, hogy aki magasabb szinten szeretne sportolni, és nem csak a tömegsportba gondolkozik, az megtehesse ezt.